adventi közszörű. Körte utca 30 alatt, kis műhely a városban. Kefe bácsi dolgozik itt, nem egyedül, párosban. Van segédje, Sörte Inas, lelkes újonc a legény. Jobb kezén is balos kesztyű, hisz tudatlan még szegény. Kezük alatt ég a munka, a gép zenél, a szikra száll, ha rázendít Kefe bácsi. Flexel, hegeszt, esztergál. A műhelyben sok roncs bringa, azt hihetnéd, mint személy. Ócskavas meg fölös holmi, ami bántja más szemét. De a bringa úgy szeretne új életet kezdeni. Kefe bácsi, Sörte Inas segítenek most neki. Korán kelnek, minden reggel varázsolnak, szerelnek, kerék pördül, pedál táncol, minden bringát szeretnek. Sörte segéd újjára. Jaj, de fáj! Jajgat szegény. Kefe bácsi vigasztalja. Nem vagy te puhány legény! Látod, el is készültünk már. Itt a bringa, este van. Ne tapogasd még a vázat! Nem látod, hogy festve van! Gyerekeknek viszik másnap, fedd le ide, vidd oda, a kezes-lábas játszóházban. Így történik a csoda. Karácsony, nagy karácsony! Jééé, kinyitott a karácsonyház! Szétnéznek egy kicsit! De szép! Egy igazi mézes kalácsházikó! Még nyalóka is van rajta! Itt meg egy manó! A kedvencem! Azt a mekkora körinta! Majd mi is csinálunk bringával hajtottat! Biztos vagyok benne! Ideben pedig rengeteg ajándék és fotózkodni is lehet! Ez csodaklassz volt! Nézzek valami ajándékot Kefe bácsinak! Begurulok a városközpontba! Jé! Ma bolhapiac van megint! Na lássuk csak, miből élünk! Egy szakállvágóra gondoltam, Kefe bácsi biztos örülne neki! Cipők! Meg ruhák! Ez nem nekünk való, meghagyjuk másnak! Hol vannak a műszaki cikkek? A múltkor árult itt egy bácsi, tök jó dolgai voltak. Na ott van, amit keresek, csókolom, ez az Abrosz eladó? Persze. De szuper, bele van hímezve Kefe bácsi neve. Tökéletes ajándék lesz, 1500 simán megér. Használják egészséggel. Én is köszönöm, csókolom. Remélem örülni fog neki. Ó, love for Christmas. Na, mindjárt itt a karácsony, valamivel meg akarom lepni Sörtét. Unikum. Ezt írta föl nekem a Duki. Fiacskám, te ehhez még gyerek vagy. Valami műszaki cikk úgyis állandóan a telefonját bújja. Ez a fülhallgató nem is olyan rossz ötlet. Bámegyek, megnézem, mit kóstál. Hát, ez igen drága. Majd ha eladom a Simpsont, fussa rá. Vegyek neki cipőt. Szép, de nem is tudom mekkora lábmérete. Á, eszembe jutott valami. Úgyis itt van a kedvenc boltom. A legjobb srácok a városban. Hello, Kefe bácsi! A szevasztok, zsiványa! Szia, Kefe bácsi! 7 centis kéne. Mit adhatom? Hát ennek a sörtelegénynek kéne egy új hancsú. Tudod, az a piros. Belső felén gumírozott. Á, értem. Kettőt szeretnél? Pontosan. Ó, sajnos már csak két balos van. Sörtének lesz, hiszen ismered. Csomagolhatom? Csomagold, de valami díszesebb zacskóba ám. Ajándékba kapja a kis Inasom. A másik már elég viharvert állapotban van. Tökéletes lesz, Balázskám. Mennyivel jövök? Más nem kér? Nem. 1000 forint. Ezt igen olcsón megúsztam. Köszönöm, csillagom. Köszönöm szépen. Szervusz! Kellemes ünnepeket, pajtikáim! Boldog karácsony! Na, hála az égnek! Ez is megvan, és pont időben! Itt ez a köszönő! Kicsit kreatívkodok! Kefe bácsi ma nem jön be a műhelybe! Ennek a korongnak már úgy is lőttek! Mi lenne, ha ebből csinálnék egy karácsonyi díszt? Gyerünk, Sörte, mi baj lehet? Kiszedem a csavarokat a helyről, úgyni! Na most már hozzáférek a koronghoz, kicsi. Hozok másikat. Marad a jól bevált módszerem, lelazítunk a lapáccsal.
Na végre lelazult. Most már értem, miért ment ilyen nehezen. Balos a menet. Kis huncutok, azt hittétek túljárhattok, sörte agyán. Na meg is vagyunk. Gyere szépen, korongocska, csodaszép díszt faragok belőled. Kefe bácsi biztosan nem haragszik meg, hogy használom az új szerzeményét. Itt egy fúró, ez jó is lesz. Vadi új borsos csavarbehajtó. Fúrok rá 4 lyukat a gyertyáknak. Ez aztán jól visz, jó erős az aksia. Jöhet a harmadik furad, kicsit életlen ez a fúró, nem baj. Majd erősebben nyomom neki. Itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj, de szép, jaj már. Na, kész is van. Ezekben a dobozokban vannak a kincsek, mindenféle tengely, szögvas. Na, ezt kerestem! Igazi gyertyák, és van belőle 4 darab. Juhú! De szuper, már csak össze kell rakni. Egyet ide, a következőt mellé. Még szerencse, hogy pont belemegy. Már is kész az adventi köszörű. Az utolsó pedig ide való. Remélem, Kefe bácsinak is tetszeni fog. Sörte, fiam! Kiszedted a Wartburgból a gyújtógyertyákat? De hiszen abban csak 3 van, biztos a Simpsoné a 4. Te képes voltál szétszedni a bakköszörűt? Tönkre tetted a korongot! Én csak egy kis karácsonyi hangulatot akartam. Egyesével tépem ki a sörteidet! Ó, jó kicsi Jézus, ez egy 80-as villás kulcs! Adok én neked mindjárt olyan adventet, hogy attól kódulsz! Jaj, ne bács, Kefe bácsi! Te utol érlek neked annyi, mert ne lássalak itt többet, te! Semmire kellő! Ne bács, Kefe bácsi! Boldog karácsonyt, kellemes ünnepeket és szeretetben gazdag új esztendőt kíván Kefe bácsi és Sörte Inas. No, Sörte fiam, az te feliratkoztál-e már a csatornára? Viccesz, Kefe bácsi, én kezelem az oldalt. Kezelgessed, csak bánom is én, csak sokan gyűjjenek. Oké, és már meg is osztom. Sörte fiam, biztos igazad van, én ehhez már nem értek.